És csak fogadjátok sok szeretettel. And welcome, please. Teót. Teó. Sziasztok! Hi. Nem tudom, hirtelen nincs mondani valóm. I kind of don't have anything to say right now. Kicsit izgatott, meg ideges is vagyok szinte. I'm a bit nervous and excited. Igen, szóval én Teó vagyok, hogyha még nem találkoztunk, vagy elfelejtettetek. So my name is Teo, in case we have never met or in case you have forgotten about me. Nem könnyű innen elkezdeni, mindenkivel szívesebben, vagy most rögtön elkezdenék beszélgetni. It's not easy to start because I would like to talk to every one of you. Igen, szóval most Argentinába mentem még annak idején. So I went to Argentina. És aztán időközben most már Perúból jöttem vissza. But meanwhile I traveled to Peru. Az elmúlt héten egy kb. Négyszer leégtem, most kezdtem hámlani. I got 4 sunburns during the last week. Ja, úgyhogy a bőröm így kezd leesni, meg ilyesmi, az normális. So my skin is peeling, but yeah, that's kind of normal there. És most a kedvenc hobbim az, hogy azon nevetek, hogy milyen drága a mangó a Spárban. And my hobby is laughing at how much mango costs in Spar. Jézus nevében, amen. In Jesus' name, amen. Szóval, hogyha megkérnek, hogy egy pulpitusnál álljak pár percre. When I am asked to stand next behind the pulpit for a few minutes. Akkor nehezemre esik nem a következő igeversről beszélni. Then it's kind of hard for me not to talk about the following verse. Ami Filippi levélben található. Nagyon it's érdekes. Philippians. Amikor a pásztor bende megkérdezte, hogy mondanék egy bevezetőt, akkor mondtam neki, hogy már nem emlékszem, hogy kell prédikálni. When pastor bende asked me if I would speak for an introduction, then I said I don't really remember how to preach. De az nem is baj önmagában, vagy mit tudom én. But that in itself is not a problem, actually. Szóval a Biblia vers az Filippi 1:10. So the verse is Philippians 1:10. A régi Szent Károli azt mondja, hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. That you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. A 10. verset, hogy mondja? That you may approve the things that are excellent. Igen. Bocsi, a spanyol verzió az angolhoz hasonlít szintén. So the Spanish says something like the English does. Valami olyasmit mond, vagy nem tudom, hogy mondja az új Károli, hogy megítélhessétek, hogy mik a jobb dolgok. So it says something like that you may approve the things that are better. Úgyhogy nekem ez nagyon érdekes volt az elmúlt időben, hogy az értékrendszernek a gondolata. So the thought of the idea of a value system has been really interesting to me recently. És azon gondolkozni, hogy mi a legfontosabb dolog az életben. To think about what the most important thing is in life. Vagy összehasonlítani két dolognak a nagyságát vagy az értékét. Or to compare the value or the greatness of two different things. Mert már olyan esetben is van különbség, hogyha mondjuk én elhiszem, hogy Isten nagy. Because you can find differences. Like I believe that God is great. De az nagyon más, amikor elhiszem, hogy Isten nagyobb,
but a problémámnál. It's a different thing when I believe that God is greater than my problem. Tehát nagyobbra értékelem Istennek a az erejét, mint a problémámnak a nagyságát. So I see that the power of God is greater than my problem. Mm-hmm. És akkor elkezdtem így szép lassan végig gondolni, hogy mik a fontos dolgok az életben. And I started to think about what are the important things in life. Meg hogy például a Biblia miket hív fontosnak. And what the Bible considers important. Vagy szépnek. Or nice or beautiful. Mm-hmm. Nem tudom, hogy van-e ilyen Biblia vers, ami így hirtelen eszetekbe jutott. I don't know if any Bible verse came to your mind. Nagyon érdekes lenne hallani mindegyiket, de would nyilván. Would be interesting to hear all of them. Viszont ez teljesen kaotikussá válhatna. But that would end up being very chaotic. Szóval így kettőre gondoltam hirtelen. So I thought of two verses. Az egyik a 149. Zsoltár. One of them is Psalms 149. Egyébként ez arról szól, hogy nem az én értékrendszerem. And what it speaks about is that it's not my value system. Hanem hogy mi az, amiben Isten gyönyörködik. But what is the thing that God delights in? Mi az, ami Istennek a hobbija? What is God's hobby? És lehet, hogy ez egy furán jött ki, de mindegy. Tehát a negyedik vers azt mondja. Maybe that sounded a bit weird, but never mind. So verse 4 says. Mert kedveli az Úr az ő népét. For the Lord takes pleasure in his people. Szóval, hogyha így, hogyha Istennek van egy fárasztó hete. So if when God has a tiring week. Nyilván ennek sincs nagyon értelme, de mindegy. It's kind of nonsense, but never mind. De hogyha azon gondolkozik, hogy most mit csinálnék legszívesebben, hogy kicsit jobban érezzem magam. But when God is thinking about what he would like to do to feel better. Akkor a földnek arra a részére tekintene, ahol laknak emberek. Then he would look at the part of the earth where people live. És neki az lenne az ő gyönyörűsége. And that would be his delight. Vagy talán emlékeztek a szavakra, hogy milyen szépek azoknak a lábai. Or maybe you remember the word how beautiful are the feet of those. Akik a jó hírt viszik. Who bring the good news. És hát, tehát hogyha mondjuk így sokáig járok a cipőmben. So if I keep wearing my shoe for a long time. Akkor az egy idő után azért annyira nem szép. Then after a while it's not so beautiful. Meg nincs olyan jó illata, meg ilyesmi. It doesn't smell really good. Ha nem hiszitek el, bebizonyítom. If you don't believe me, I can prove you. Viszont Istennek meg ilyen szívecskék vannak a szemei helyén. But God has these little hearts instead of his eyes. Így fura elhinni. It's hard to believe that. Igen, nehéz elhinni, yeah. Meg fura. And it's weird. De ezért izgalmas felfedezni Istennek az értékrendjét. But that's why it's interesting to or fascinating to get to know God's value system. Hogy vajon mit hív Isten gyönyörűnek? What he calls beautiful. Hogy vajon Isten engem gyönyörűnek híve? Or whether he calls me beautiful. És van még egy másik nagyon jó Biblia vers, Példabeszédek 8. And another great Bible verse is Proverbs 8. Szintén az öreg Károliból úgy hangzik, mellette valék, mint kézműves, és gyönyörűsége valék minden nap, játszva ő előtte minden időben, játszva az ő földjének kerekségén, és gyönyörűségemet leelve az emberek fiaiban. 30 és 31. Verses 30 and 31. Then I was beside him as the master craftsman, and I was daily his delight, rejoicing always before him, rejoicing in his inhabited world, and my delight was with the sons of men. Mm-hmm. Szóval ez itt a példabeszédek, Ószövetség. So this is the Old Testament, this is the Proverbs. Viszont így a szövegkörnyezet alapján úgy néz ki, hogy ezek a versek Jézusról szólnak. But according to the context, it seems like that these verses are about Jesus. Ha esetleg még sosem olvastad a fejezetet, és nem hiszed el, akkor olvasd el magad, és
neked is úgy fog tűnni bizonyára. If you have never read this chapter, then read it for yourself and you will also see. Szóval itt úgy tűnik, hogy az Atya gyönyörködik Jézusban. So it seems like that the Father delights in Jesus. Gyönyörűsége valék minden nap. It was I was daily his delight. Igen, ez mi a minden nap. It's so good that daily, every day. Nem tudom, hogy volt-e olyan dolog, amire egy napról napra rácsodálkoztál. I don't know if it has ever happened to you that you wondered at something every day. Mm-hmm. Például most, amikor hazaértem karácsony környékén. Like when I came home for Christmas time. És akkor szüleim felszolgálták a töltött káposztát. And my parents served stuffed cabbage. Mm-hmm. És odaraktak mellé egy kis tejfölt. And they added some cream, sour cream. És én teljesen le voltam döbbenve, hogy a tejföl az milyen jó. And I was like shocked. What is sour cream doing there? Mert egy évek óta nem jutott eszembe, hogy van tejföl. Because for years it hasn't even come to my mind that sour cream exists. Egy csomó jó étel létezik a világon. There are so many good foods in the world. De a tejföl azért nagyon jó. But sour cream is really good. És akkor így napról napra azóta is így visszagondolok, hogy a tejföl az tök jó. And day by day it comes to my mind how good sour cream actually is. Majd nem maga az íz, csak a tejföl. I mean not the taste itself, but sour cream. Nem tudom, hogy mi okot ad egy önmagában a csodálkozásra, csak így. I don't know why it makes me wonder, but... De egy érdekes a tejföl. But sour cream is interesting. És akkor képzeld el, hogyha ugyanannyit, amennyit a tejfölön gondolkozom. So fejezd inkább ezt a mondatot. Tehát hogyha ugyanannyit, amennyit a tejfölön gondolkozom, ami normál esetben azért nem olyan sok, bevallom. So imagine if the same amount, so as much as I think about sour cream, which is actually not much. De hogyha ugyanannyire csodálkoznék azon, hogy az milyen jó, hogy Isten még ma is szeret, az tök jó. But imagine if I thought as much of how God loves me. Mármint, hogy tudom, hogy semmi sem választhat el tőle. I mean, I know that nothing can separate me from him. Hogy sem a halál, sem az élet. Nor death, nor neither life. Sem az angyalok, sem magasság, sem mélység, sem semmi. Nothing. De azért ezért egy hálás vagyok, hogyha belegondolok, hogy... But I'm pretty thankful when I think of it. Hogy az Úr még mindig szeret. The Lord still loves me. Mindennek ellenére, vagy mindennel együtt, nem tudom. Despite everything or together with everything, I don't know. De az tök jó. But that's cool. És tehát Isten napról napra rácsodálkozik arra, hogy Jézus milyen gyönyörű. And God is every day delighted in how beautiful Jesus is. És aztán a 31-ben szintén az angol meg a többi fordítások azt mondják, hogy gyönyörűségemet leltem a földnek azon a részén, ahol laknak emberek. And in 31 it says that he rejoiced in his inhabited world. Mm-hmm. De például, ahol most lakom, so where I live now, az már Perúban a dzsungelnek a része. Is part of the jungle in Peru. És azt a város maga nagyjából 2000 méter magasan van. And I think the city itself is 2000 meters high. Aha, és akkor Lima, I mean, a fővárosból a busz az én városomba. Az én hibám. Szóval, micsoda? Tehát a fővárosból az én városomba tartó buszúton. So on the way, traveling by bus to the capital from my city. Ott azt hiszem 4800 méter magasan megy a busz. So there is a place where the roads on 4800 meters. Szóval az a lényeg, hogy ilyen tök szép helyek vannak ott. So you can see beautiful places there. Ők azokat a város körül vannak ilyen hatalmas hegyek. There are these beautiful huge mountains around the city. Amiket a helyek domboknak hívnak. And for some reason they call them hills.
nekem sose láttam ilyet életemben. I've never seen such a thing in my life. És aztán vannak tök szép óceánpartok a világban, ahol sose, vagy hát nagyon szép helyek a világon. And there are many other beautiful things on around the world. Tenger, hegyek, seas, mountains, városok, cities. De ami így Istennek a kedvence, but what the thing that God loves the most, az egy embernek a szemébe nézni, például. Is looking into the eyes of a person, for example. És neki ez az, ami igazán szép. And this is what's really beautiful for him. És ez, azt találtam, hogy ez egy nagyon értékes tevékenység, amikor azon gondolkozom, hogy mi az, ami Istennek szép. And then I was thinking about what is beautiful for God. This is what I found, that this is a valuable thing. Úgyhogy ha kérhetek tőletek egy szívességet, so if I can ask you a favor, hogyha egy gondoltál egy igeversre, ami most nem hangzott el, so if maybe if a verse came to your mind that I did not say now, már nyilván a témához kapcsolódóan, hogy mi az, ami Istennek szép, vagy mi az, amit a Biblia leír értékesként, meg jóként. Concerning the topic, like what is beautiful for God, or what is described as valuable in the Bible. Akkor az, hogyha esetleg később megmondod nekem, az segít. So if you would tell me later, it would help. Ja, szívesen hallanám. I would like to hear. Köszönöm. Thank you. Úgyhogy később majd beszéljünk. So let's talk later. Szervusztok! Hi! Szia Teó! Jó, hogy itt vagy! Hi Teó! It's good to have köszönjük you here! Köszönjük a gondolatot! Thank bátorító you for the volt, építő volt! It was encouraging and és képzeld, karácsonykor én is leégtem! And I also got a sunburn during Christmas! Ja, csak annyi sem maradt, hogy lehámlak! Nem, még annyi sem maradt! Micsoda? Semmit nem érdekes! Már a hámlásra sem maradt, annyira leégtem. Nem baj. Azt hiszem, a Levente most örökre a szívébe fog zárni. Jó. Imádkozzunk. Let's pray. Drága mennyei atyánk. Dear Heavenly Father. Csak eléd jövünk most. We come before you now. Csak annyira hálásak vagyunk. And we are so thankful. Köszönjük neked ezt a napot. Thank you for this day. Köszönjük neked ezt a gyülekezetet. Thank you for this church. Köszönjük a testvéreket. Thank you for our brethren. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz minket. Thank you, Lord, that you love us. És semmi és senki nem tud ebből kiszakítani minket, a te szeretetedből. And no one and nothing can tear us apart from your love. És köszönjük, Urunk, hogy te mindig velünk vagy. And thank you, Lord, that you are always with us. Hogy szent ígéreted van arra, hogy soha el nem hagysz minket. And that you have a holy promise that you would never leave us. Köszönjük neked. Thank you. Magasztalunk téged. We magnify dicsérünk. You. We praise you. Szeretünk, Uram. We love you, Lord. Köszönjük mindazt, amit tettél értünk. Thank you for everything you have done for us. És kérünk téged most, hogy kent fel ezt a pár gondolatot. And now we ask you to anoint these few thoughts. Szólj. And speak, építs, bátoríts, and edify and encourage te drága nevedben. In your precious name. Amen. Amen. Ilyenkor karácsony tájékán so, during Christmas time, nincs olyan keresztény gyülekezet, ahol ne beszélnének Jézusról, legalábbis én itt gondolom. There is no church where they wouldn't speak about Jesus. Well, at least that's what I think. De mielőtt folytatnám, but before I would csak szeretnék köszönteni egy pár embert. I would like to greet a few people. Most látom, hogy Sepsiszentgyörgyről meglátogattak minket. I see that we have been visited from. Hogyha Sepsiről jöttél, akkor állj fel egy pillanatra, légy so kedves. So if you came from Sepsiszentgyörgy, then Isten hozott benneteket. Köszönjük, hogy megtiszteltetek minket. Thank you for honoring us. Szóval ilyenkor karácsony tájékán itt sokat beszélnek, és beszélünk Jézusról. So around Christmas we az ő eljöveteléről. About Jesus and his coming. De nem tudom, hogy feltűnt-e.
But I don't know if you have realized, ahogy elmúlik az ünnep, that as the Christmas season így Jézusról egyre kevesebb szó esik. Goes away, we speak less and less about Jesus. És aztán amikor közeleg a húsvét, and as Easter comes, akkor megint előtérbe kerül, és megint sokat kezdünk róla beszélni. We start to talk about him a lot again. És annyira jó lenne, hogyha ez így kiegyenlítődne. And it would be so good if we would find a balance in this. Hogy ne csak akkor ünnepeljük Jézust, és ne csak akkor beszéljünk Jézusról, amikor valami nagy ünnep van. That we wouldn't only speak about Jesus and we wouldn't only celebrate him when there is something karácsony vagy húsvét, a holiday happening. Hanem annyira jó lenne, hogyha egész évben Easter, itt lenne közöttünk. But it would be so good to have him among us. Ha egész évben ő lenne a központ. To have him as the center. Ha egész évben year, rá tudnánk fókuszálni. To have a concentration on him the whole, during the whole year. És ennek a vágynak jegyében szeretnék most egy kicsit beszélni Jézusról. And I would like to speak about Jesus because of that. És habár elmúlt karácsony, although Christmas has passed already, de mégis Jézus eljöveteléről szeretnék egy pár gondolatot megosztani veletek. But I would like to speak share a few thoughts with you about the coming of Jesus. Ugye általában amikor karácsonykor Jézusról beszélünk, so usually when we speak about Jesus at Christmas, akkor így általában az a központi téma, so the usually what's in the center of the whole thing, megszületett, is his birth, eljött, his coming, hogy megváltsa az embert, that a bűneiből, came to save man from sin, és ez igaz is, and that's true, de Jézus azon túl, but beyond that, hogy megváltsa az embert, még más céllal is jött el a világra. He also had another reason to come to the world. Több célja volt az ő eljövetelének. So his coming had multiple reasons. És néhányat ebből szeretnék veletek megosztani. And I would like to share a few of them with you. És az egyik célja az volt, so one of his purposes, hogy kijelentse az embereknek Istent. Was to proclaim God to people, to reveal him. Ez János 1:18. So this is John 1:18. Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. So John 1:18. No one has seen God at any time. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, he has declared him. Jézus eljövetelének egyik nagyon fontos célja az volt, hogy kijelentse az atyát. So one of the greatest reasons why Jesus came was that he would proclaim the Father. Ne feledjük, hogy Jézus elsősorban a zsidókhoz jött. Let's not forget that Jesus came primarily to the Jews, to the Hebrews. És a zsidóknak nem egy olyan istenképük volt, mint ahogy most nekünk van. And the Hebrews' idea about God was different from what we have now. Amikor istenfélelemről beszélünk, akkor ők tényleg féltek Istentől. So when we say the fear of God, they actually were afraid of God. 2 Mózes 20:18-ban olvashatod, hogy megrettentek. So in Exodus, hogy valóban féltek Istentől. 18 you can read that they were terrified. Ők egy szigorú ítélkező Istent ismertek. Afraid of God, they knew God as a strict and judging person. Nem ismerték azt a kegyelmes, szerető Istent, akit mi ismerünk. They did not know the gracious and loving person that we know. Ők a törvény alatt éltek. They lived under the law. És hogyha a törvény ellen vétettek, and if they trespassed the law, akkor Isten lesújtott. Then God would smite them. Ott volt például az aranyborjúnak a története. If you think of the story of the 2 Mózes 32-ben. Calf, maybe. 3000 férfi halt meg. In Exodus 32. Vagy amikor a nép paráználkodott Moab lányaival. Or when the people committed fornication with the 4 Mózes 25:9-ben. Moab in
Numbers 25:9. Akkor 24 ezer ember halt meg. Then 24,000 people actually died. Úgyhogy egy egészen másfajta Istent ismertek, mint amit mi ismerünk. So they knew God very differently than as we do. Úgyhogy Jézusnak meg kellett mutatnia az Isten teljes voltát. So Jesus had to show them the fullness of God. Egy olyan istenképet kellett mutatni, ami addig ismeretlen volt az ember előtt. He had to show them an image about God that was completely unknown at the time. Kolossé 2:9-ben azt olvasott, hogy benne lakozott az Istenség teljessége. So in Colossians 2, Kolossé 2:9. You read that the fullness of God lived Jézus in Isten. Him. Jesus is God. És ki tudná jobban bemutatni Istent, ha nem Isten? And who else could present God better than God himself? Úgyhogy ő eljött, so he came, és bemutatta az atyát. And he presented the Father. Máté 11:27-ben azt olvasod. In Matthew 11:27 you can read. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú. All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son. János 14:7-ben meg azt olvasod. And in John 14:7 you read. Hogyha megismertetek volna engem, akkor megismertétek volna az atyát is. If you had known me, you would have seen the Father as well. Mennyire drága dolog ez, nem? What a precious thing is it? Ha megismertetek volna engem, akkor megismertétek volna az atyát is. If you had known me, you would have known my Father also. Jézusnak az egyik küldetése az volt, hogy az atyát bemutassa nekünk. One of Jesus' missions ahogy, was that he would show the Father szeretett, to us. As he loved, ahogy gyógyított, as ahogy he healed, halottakat támasztott fel, ahogy tanított, as he brought the dead back to life, as he ahogy taught, beszélt az emberekkel. As he talked to ez mind Istennek a jellemét leplezte le. Istent mutatta meg. He showed God, revealed his nature by doing all these. Bemutatta Istent a világnak. He presented God to és ez annyira ámulatos dolog. And that's so amazing. És aztán azért jött, and also he came, hogy Isten országát és a királyságát bemutassa. To present God's kingdom. Jézus nagyon fontosnak tartotta, hogy bemutassa Isten országát és királyságát. To Jesus to present the kingdom of God. Hogy a benne hívők lássák azt, hogy hol fogják tölteni az örökké valóságot. That those who believed in him would see where they would spend eternity. És csak ezt érdemes megnézni, mert annyira gyönyörű. And it's interesting to see this because it's so beautiful. Isten milyen, illetve Jézus milyen sokféleképpen mutatta be Isten országát. Like sokféleképpen. So in how many ways Jesus presented God's kingdom? Leírta úgy, mint búza és konkoly. He described it as a the wheat and the tear. Máté 13:24-30-ig. Matthew 13. Hol? Máté 13:24-től. Verses 24-30. Aztán leírta úgy, mint mustármag. Or he described it as a mustard seed. Máté 13:31-32. In Matthew 13 verses 31-32. Aztán leírta úgy, mint kovász. And he described it as leaven. Máté 13:33-ban. In Matthew 13:33. Aztán leírta úgy, mint elrejtett kincs. And as a hidden treasure. Máté 13:44-ben. In Matthew 13 verse 44. Igaz gyöngy. Or a precious pearl. Máté 13:45. In Matthew 13, verse 45, and we could go on. Nagyon sokféleképpen írta le Isten országát. He described the kingdom of God in many és ways. És vajon miért tette ezt? And why did he do that? Miért nem mondta azt, hogy Isten országa ilyen és pont? Why didn't he just say God is miért God's kellett ennyi kingdom példát is like this használni, and ennyiféle módon and bemutatni all. Isten országát? Why did he use so many examples? Why did he show us the kingdom of God from so many perspectives.
Mert szerette volna, hogyha az emberek megismerik Isten országát. Because he wanted us people to get to know the kingdom of God. És hogyha valaki nem ismeri meg az egyik módon, and if someone doesn't akkor megismerheti a másik. One way, then they can understand it the other way. Hozzá, akkor szól hozzá a másik. So if one doesn't speak to the person, then the other will. And this is why he. Mert szerette volna, hogyha mindenki megismeri. Showed it to us in so many ways because he wanted all of us to understand. Aztán azért jött. And he also came, hogy ő legyen az igazságos bíró. To become the righteous judge. János 5:22. In John 5:22. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Igen. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. És a 27. versben meg azt olvashatod, hogy és hatalmat ad a néki az ítélet tételre is, mivel hogy embernek fia. And in verse 27 you can read, and he has given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Jézus eljött, hogy megmutassa, hogy ő igazságos. Jesus came to show that he is bíró. Just, that he is the righteous judge. Ő lesz az, aki megítéli a hívőket. He is the one 2 Korintus 5:10 szerint. Will judge believers according to. És a hitetlen 2 Korintus 5:10. 2 Corinthians 5:10. És a hitetleneket is cselekedetek 17:31 szerint. And he will be the one to judge the unbelievers as well according to Acts 17 verse 31. Listen. Ez annyira gyönyörű. This is so beautiful. Tényleg, gondolj bele. Just think of it. És azért annyira gyönyörű. And the reason why it's so beautiful. Mert mi annyira nagyon szeretünk ítélkezni. Annyira szeretünk ítélkezni. We so much love to judge. Hadd ne mondjam azt, hogy szeretünk Istent játszani. We kind of like to act as God. Tudod, nekünk mindenről van véleményünk. We have our opinions about everything. És szentül meg vagyunk győződve róla, hogy a mi véleményünk egyedül az igazság. And we are totally convinced that our opinion is the truth. És nyilván ennek az a pszichológiája. And the psychology behind this is, hogyha én megítélem Leventét, is if I judge Levente, akkor nyilvánvalóan jobbnak tűnök nála. Then of course I seem to be better than him. De. But. Figyelj, van egy apró bibi. There is a little bug. Hogy mi nem here. Tudunk igazságosan ítélni. We cannot make righteous egy judgments. Nüansznyi, egy apró pici hiányosságunk van. We have this tiny little thing pontosan lacking. Három apró pici hiányosságunk van. These three tiny little things lacking. Nem vagyunk mindenhatóak. We are not nem vagyunk almighty. Mindentudóak. We are not, és nem vagyunk mindenhol jelenlévőek. And we are not omnipresent. Egyszerűen nem tudunk egy objektív ítéletet hozni. And we just can't make an objective judgment. Úgyhogy Jézus eljött, so hogy ő legyen az igaz bíró. To become the righteous judge. És itt jön a good news. And here comes the good news. Hogy levette a vállunkról az ítélkezés súlyát. That he lifted the weight of judgment from our shoulders. Nem látom, hogy felugranátok és azt mondanátok, hogy hála Istennek. I don't see you jumping up from your seats. Nem nekem kell megítélnem hallelujah. A másik embert. I don't have to judge other people. Nem nekem kell véleményt alkotnom. I don't have és to a véleményemet make an opinion and to proclaim my opinion. Hanem rábízhatom az ítéletet arra. But I can trust the judgment to the one. Aki igazságosan tud ítélni. Who can make righteous judgments. És ez annyira gyönyörű. And that's so beautiful. Mert hogy ő nem személyválogató. Because he is not Róma 2:11 respecter of persons. Aztán azért jött. And he also came. Hogy lerombolja az ördög munkáit. To destroy the works of the devil. 1 János 3:8. In 1 John 3:8. Aki a bűn cselekszi, az az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Igen. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Lehet, hogy most
új dolgot fogsz hallani. Maybe you will hear something new now. Az ördögnek egy nagyon komoly munkája folyik, mind a világban, mind a hívő személyes életében. The devil is doing a very serious work in the world and in the lives of the believers. Ha mégse volt új az információ, akkor tud, hogy nincs semmi új a nap alatt. So if this was not new to you, then you can know that there is nothing new under the sun. De figyelj, többnyire három módon próbál rabolni. The devil tries to steal in three different ways. Mert az ördög azért jött, hogy raboljon, nőjön és raboljon. He came to steal and to kill, according to John 10:10. És ezt három módon teszi. And he does that in three different ways. Az egyik azt akarja elérni. One of them is he wants to. Hogy ne halld Istent. He wants you. Azon mesterkedik, azon munkálkodik, hogy ne halld Istent. This is what he's working on. Vagyis that you wouldn't hear God. Ne olvasd az írást. Meaning that you wouldn't read the Bible. Ne hallgasd az üzenetet. That you wouldn't listen to messages. Zárkozz be a kuckódba. That you would lock yourself up. És drukkolj azon, in your room. Hogy vajon Alvarez elnyerje Juanita kezeit. And cheer for Alvarez to, I don't know. Bocsánat, Levi. Get Juanita's love, whatever. Aztán azt akarja elérni. And the second thing is, hogy Isten se halljon téged. The devil wants God not to hear you. Vagyis ne imádkozz. That you wouldn't pray. Ne állj szóba Istennel. That you wouldn't speak to God. Neki ott fönt úgyis annyi dolga van. Well, God is pretty busy up there. Csak gondolj bele, ezt az egész világ mindenséget kell igazgatnia. Just think of it, he has to govern the whole universe. Nincs neki ideje a te piszli csári dolgaitra. He doesn't have time for your tiny little things. Úgyhogy ezt akarja elérni. This is what the ne állj szóba Istennel. Devil wants to achieve, that you wouldn't speak to God. És aztán a harmadik. And the third thing. Hogy az emberek se halljanak Istenről. Is that people wouldn't hear about God. Vagyis hogy ne mondd el senkinek a jó hírt. That you ne mondd el senkinek az evangéliumot. That you wouldn't tell the good news, the gospel to anyone. De Jézus eljött. But Jesus came. Azért, hogy lerombolja az ördögnek minden munkáját. To destroy all the works of the devil. És ezt meg is tette. And he has done that. És ez annyira csodálatos, mert Kolossé 2:15-ben ezt olvashatod. It's so beautiful because in Colossians. Hogy egy dicsőséges győzelmet aratott. 2:15 you can read that he has won a glorious victory. 1 Korintus 15:57 azt mondja, listen, in First Corinthians, hogy Isten First ezt a győzelmet 15, neked tulajdonította. 57 it says that hogy God imputed a this victory to hogy you. Hogy te győztes that vagy. This victory és egy győztes is yours, módon élhetjük az életünket mindnyájan. We can mert live our lives as conquerors. Az ördög munkája le lett rombolva. Because the work mert of the Jézus eljött és lerombolta az ördög munkáját. Because Jesus came and destroyed the work of the devil and that's amazing. És csak gondolj ebbe bele. And just think of it. Hogy győztesként élhet. That you can live as a conqueror. Győztes vagy. That you are a conqueror. Hányan szoktatok magatokra így gondolni? How many of you think of yourself this way? Én győztes vagyok. I'm a conqueror. Reggel, amikor belenézel a tükörbe. In the morning you look at yourself in the mirror. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de I don't know about you. Én mindig meglepődök, hogy ez az összegyűrt öreg ember mit keres a fürdőszobámba. I'm always surprised what that old man is doing in my bathroom. Hát nem mindig tudok magamra úgy gondolni, mint győztes. Ilyenkor. I can't always think of myself as a conqueror. Pedig hát azok vagyunk. But we are conquerors. Mert eljött Jézus. Because Jesus came. Azért, hogy lerombolja az ördögnek a munkáját. To destroy the works of the devil. És ezt meg is tette. And he has done that. És aztán végezetül. And in closing. És persze holnapig lehetne erről beszélni. Of course we could keep talking about this until tomorrow azért morning. Jött el, hogy irgalmas főpap lehessen. He came to be a merciful high priest. Zsidók 4:14. In Hebrews 4:14. Lévén annak okáért nagy főpapunk,
aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk a vallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confessions. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, and that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Az Ószövetségben, in the Old Testament, a főpapnak az volt a szerepe, the role of the high priest was, hogy egy hidat alkosson Isten és az emberek között. To be a bridge between God and man. Ő volt az, aki áldozatot mutatott be egy évben egyszer az a nép bűnéért. He was the person that sacrificed once in a year for the sins of the people. Ő volt az, aki egyedül egy évben egyszer bemehetett Isten jelenlétébe, Szentek szentjébe. He was the one who could enter into the Holy of Holies, the presence of God once a year. Ő volt az, aki képviselte a népet Isten előtt. He was the one who represented God before people. És Istent a nép előtt. And the people before God. Egy nagyon fontos szerepe volt a főpapnak. So his role was very important. És mi újszövetségi hívők, and we as New Testament believers, valamennyien papok vagyunk. All of us are priests. És ez fontos, hogy ezt tudjuk. And it's important for us to know this. 1 Péter 2:9. This is 1 Peter 2:9. Valamennyien papok vagyunk. All of us are priests. És nekünk is szükségünk van egy főpapra. And we also need a high priest. És olyan főpapra, and we need a high priest, aki megért minket, that understands, aki us, nem lepődik meg a gyarlóságunkon, who is not surprised at our weaknesses, aki, hogyha meglátja a gyengeségünket, who, when he sees our weakness, akkor nem vesz be egy dedalont és undorodva elfordul, doesn't take some kind of pill and then turn away in disgust, hanem megért minket. But he understands us. Zsidók 2:17-ben ezt olvashatod. In Hebrews 2:17 we can read. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas hű főpap lehessen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűnéért, mivel maga is kísértés szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. So Hebrews 2:17, therefore in all things he had to be made like his brethren, that he might be merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. For in that he himself has suffered being tempted, he is able to aid those who are tempted. Egy olyan főpapra van szükségünk. So we need a high priest, aki megért minket. That understands us. Aki ugyanúgy megkísértetett mindenben, ahogy mi megkísértettünk. Tempted in everything the same way as we were. És ez annyira csodálatos. And that's so beautiful. Mert egy olyan főpapunk van. Because we do have a high priest. Akihez mindig odajárulhatunk. To whom we can go at any time. Akinél mindig a szükségünk szerinti dolgot kapjuk. From whom we will receive what we need. Ahol irgalmat és kegyelmet találunk. Where we find mercy and grace. Mert ő megért minket. Because he understands us. Mert pontosan tudja, hogy mi megyünk keresztül. He completely understands what we are going through. És nem ítél. And he does not judge us. Hanem kegyelmet és irgalmat ad. But he gives us mercy and grace, and that's an amazing thing. Nekünk ilyen főpapunk van. This is the high priest that we need. Úgyhogy Jézus eljött. So Jesus came. És nyilván elsődleges célja az volt. And of course, he primarily came. Hogy megváltást szerezzen a bűnös embernek. To bring salvation to sinners. De azon túl. But beyond that. Ő főpapunkká akart lenni. He wanted to become our high priest.
le akarta rombolni az ördögnek a munkáját. He wanted to destroy the works of the devil. Igazságos bíró akart lenni. And he wanted to be the righteous judge. Be akarta mutatni Isten királyságát és országát. And he wanted to judge the kingdom of God to us. Be akarta mutatni és be is mutatta. And he did. Megmutatta Istent. He showed us God. Úgyhogy amikor Jézusról gondolkodunk, so when we think about Jesus, amikor a testetöltésén gondolkodunk, when we think about akkor gondoljunk the incarnation, akkor gondoljunk erre is. Let's think of this, hogy egy nagyon komoly és egy nagy szolgálatot vitt itt a földön. That he had a huge ministry here on earth, a mi érdekünkben. For us. Amen. Amen. Drága Urunk, dear God, csak köszönjük neked ezeket a gondolatokat. Thank you for these thoughts. És kérünk téged, hogy írd a szívünkbe. And we ask you to write them in our hearts. És hogyha van itt köztünk valaki, and if there is anyone here among aki us, még soha nem fogadta el Jézust megváltójául, who has never accepted Jesus as their savior, aki még nem ismeri őt, who doesn't know him, csak tud, just know, hogy eljött, that he came, hogy kifizesse a bűnödnek az árát. To pay the price of your sin. Leélt egy bűntelen életet. He lived a sinless life. Meghalt a kereszten. He died on the cross. Helyetted. Instead of you. Kifizetve a bűnödnek az árát. And he paid the price of your sin. És most hív téged. And now he is calling you. Hív, hogy fogadd őt el. He's calling you to accept him. Vesd belé a hitedet. Receive him and put your faith in him. És hogyha szeretnéd ezt a döntést most meghozni, and if you would like to make that decision now, akkor csak így a saját szavaiddal, a szívedben, then in your own words, in your heart, with faith, mondd neki, tell him, Jézus, Jesus, köszönöm neked, thank you, köszönöm, hogy meghaltál helyettem a kereszten, thank you for dying instead of me on the cross, köszönöm, hogy elvetted a bűneimet, thank you for taking my sins away, szükségem van rád, I need you. Válts meg engem. Save me. Költözz az életembe. Költözz a szívembe. Move into my heart and my life. És legyél a személyes megváltó. And be my personal savior. Amen. Amen. És ha most életedben először mondtad el ezt az imát, so if you said this prayer for the first time in your life, akkor addig, amíg még mindenkinek be van csukva a szeme és meg van hajtva a feje, every eye is closed and every head is bowed, csak kérlek egy pillanatra tedd fel a kezedet. For a second, please raise your hand. Ezzel nem a gyülekezethez csatlakozol. By doing this, you're not joining. Vallást teszel a légkör előtt. You're not joining our church. Elfogadtad az Urat. You're just confessing. For the atmosphere that you accepted Jesus. Is there anyone? Rendben. Urunk, okay. Csak köszönjük neked. Thank you, Lord. Te drága szent neved. In your precious holy name. Amen. Amen.